képzeljétek el, lementünk a boltba, hogy vegyünk rumot, de nem találtunk, úgyhogy itt van ez. Mert elfogyott a rum, de miért a rum? A rum! Pirate's life. There ain't no grave can hold my body down. Sziasztok, újabb hét, újabb Big Screen. Én Zalus vagyok, itt ül mellettem Gáspár. Sziasztok. És a Karib-tenger kalózai Salazar bosszújáról fogunk beszélgetni nagyon röviden, mert nekem elment a hangom, olyan jó kalózosra. Azt kell, minden mondatom végig azt mondani. Mondasz egy arr. Arr. Jó, tehát láttuk ezt a filmet, és hát az előzetes kritikák így szanaszét dicsérték, hogy végre formába lendült a sorozat, de nem mondanám, hogy egy ilyen hú de nagy formát ért volna el. Nem, de a negyedik részhez képest mindenféleképpen sokkal jobb volt. Igen, igen, mondjuk a negyedik rész az tényleg olyan volt, hogy az utána kellett olvasnom, hogy mi is volt a negyedik pontosan, részben. Pontosan, itt beszélgettünk, hogy úristen, a fiatali forrása, vagy a fiatalság forrását keresték. De hogy ki keresték, és hogy miért, igen, Penelope Cruz is benne volt. Fekete szakáll. És akkor itt tényleg ilyenek voltak, tehát az a film az olyan volt, hogy így megnézted, és így azonnal el is felejtetted. Igen, és ahhoz képest mindenféleképpen egy minőségi lépés volt, csak olyan volt az egész, mintha ezt már láttuk volna valahol. Úgyhogy ugyanezt fogjuk mondani, mint a negyedik rész kapcsán, hogy ez a film megnézed, és utána már is felejted, mert szerintem egy év múlva már keverni fogjuk, hogy most ebbe volt a guillotine, vagy pedig ebbe volt, amikor a vízimalomnak a kerekében rohangászott. Szóval... Igen, mert azért van egy epikus jelenet, a szép szöktetés, ami ez a halálos iramban ahhoz képest. Tényleg ez az év, ez arról szól, hogy így a halálos iramot így valahogy így megközelíti különböző filmekben. Tehát igen. Ugye a Galaxis őrzői 2-ben is elkezdtek hadoválni a családról, hogy nem barátok vagyunk, miért család vagyunk. Ebben a filmben pedig egy széfet szöktetnek, meghúznak, csak nem. Mit tudom, kicsit nagyobb, kicsit... 60 lóerős, meg 600 lóerős autókkal, hanem 6 lóerővel, 6 lóerejével. És akkor itt nem csak egy széfet, hanem egy bankot is, ha már ott tartunk. Szóval. Igen, ezt leszámítva egyébként pedig ugyanazt a felállást kapjuk, mint az első részben, nyilván Orlando Bloomékat lecserélve. Fú, annak a két színésznek olyan neve van, hogy mind a kettőt ki kellett cut and paste-elnem az IMDb-ről, amikor megírtam a kritikát, mert az egyik az Brandon, a másik pedig Kajan. Szóval. De egyébként nem voltak olyan vészesen rosszak. Egy volt a probléma velük, hogy amit a több részen keresztül eddig fölépített a Turner, a Sparrow és a Swan között egy kémia működött. Azért ők tök jól működtek együtt, ki épp kit utált, kivel volt, ki kit vert át, és ez a kémia most annyira nem volt meg. Ez rá volt erőltetve szerintem. Tehát, igen. Hogy nem is igazán éreztem, hogy a két fiatalnak miért kell utálnia egymást, vagy miért nem kell már utálnia egymást. Nagyon-nagyon ellenszembesen viselkedtek már mindjárt az elején. Igen, mert hogy egyébként arról szól a film, hogy, hogy ezt is elmondjuk, Will Turnernek a fia nem nyugszik bele, hogy az apja szegény ott raboskodik a bolygó Hollandin élete végéig, a hajóhoz kötve, és azért feltett szándéka, hogy mindenféleképpen megmenti, és hát ez egy mágikus tárgy szolgáltatja ismét a megoldás kulcsát, méghozzá Poseidon szigonya, amit viszont lehetettem megtalálni egy férfinak, és itt jön a képbe egy fiatal lány, aki az apját próbálja megkeresni valamiképpen, és ezért részlen jön egy társulás, és természetesen Jack Sparrow-nak is. De hogy jön a képbe Jack Sparrow? Mert azt hittem, hogy a Jack Sparrow kell a szigonynak a megtalálásához. Közvetve igen, mert hogy ugye nála van a kis iránytű, ami megmutatja, hogy mire van a legnagyobb szükségünk, és hát ezért Jack Sparrow-t fel kell kutatni, hogy meg lehessen találni ezt a mágikus dolgot, ami az összes tengeri átkot megszünteti lényegében. Egyébként az a vicc, hogyha, már bocsánat, hogy közbevágok, bocsánat, mindig közbevágok, hogy ha Jack Sparrow nem adta volna le egy üveg rumért, nem cserélte volna el a kis iránytűjét, akkor... Ez most spoiler? Nem is. Ez azt hiszem, igen. Egy picike kis spoiler ez, tehát akkor nem szabadul ki az ördög háromszögéből, ugye Salazar, és így nincs az a filmben rossz, érted? Nincs ellenség. Tehát így elindult egy cselekmény, ami teljesen független volt attól, hogy Jack Sparrow mit művelt. Ha azt nem művelte volna, ezt akkor nem lesz. Ezt a sors rendezte így. A sors rendezte így. Hogy egy újabb tengeri kalandot. Ted Rossiónak hívják azt a sorsot, meg Jeff Nathansonnak. Úgy bizony. Ők a forgatókönyvírók. Hát igen, és ugye be kellett hozni a képbe még Barbossa kapitányt is, Geoffrey Rush alakításában, aki szintén elkerülhette volna
a szövetségre lépést Salazarra, hú, de nehezen jutnak ezenbe, ezek a jó kis nevek pedig még a címében is benne van, ha egyenesen oda megy, ahova a többiek mennek, és akkor... Igen, de nyilván, mivel a Salazar kalózokra vadászik, ez már a trailerekből is kiderül, ezért biztonságban szerette volna magát tudni, amíg ő is Poseidon szigonyára, természetesen szokásos felállás, kit ver át éppen, kinek mi a szándéka valójában, és akkor ebből ugyanez a kalamajka alakul ki, mint az egyik részekben. Ugyanaz. De ez a lényeg, ez a témája ennek az egész beszélgetésnek, hogy ugyanaz, mint az első rész. És tényleg itt az első rész van abszolút megelevenítve. Teljesen. Az összes konfliktus, az évődő szerelmes pár, akik azért Jack Sparrow is beleszól ebbe a háromszögbe egy kicsit, hol egyik estúfolva, hol a másikat. Nyilván ott van Salazar, aki vadászik rájuk, Barbossa, akiről nem tudni, hogy épp melyik oldalon áll, mit képvisel, kinek szeretne segíteni, elsősorban magának. Megvannak a kalózfigurák, csak őket most lecserélték, és egy kicsit gyengébb a legénység. Nekem az volt, tehát, hogy sokkal emlékezetesebb volt a... Mondom, így szerintem itt kalózunk. Lehet, hogy a legénység az más lett, hát ugye nem volt benne például a fagolyószerű csávó, de tök mindegy, a lényeg az, hogy akik ugyanazok voltak a szereplők, ők is csak úgy el voltak. Tehát látszott, hogy na, akkor vegyük végig a szokásos passzusokat, megint pipáljuk ki azokat. Igen, hát a bevált dolgokat, recept. Amiket kell, és akkor így szépen végigmentek. A látványa egyébként nincsen gond, mondjuk valami gigantikus manisotot, azt elviseltem volna meg. Mondjuk nekem azért a tenger, amikor szétvesztettek a tengert, azért az... Jó, oké, de most sehol egy kráken, érted, vagy egy óriás boszorkánynő, aki mondjuk szétesik rákokká. Szerintem az utolsó lesz egy ilyen hatalmas nagy örvény mentén lezavart kartpárbaj, az mennyire durva volt a harmadik részben. A óceán az nem volt rossz, nem már? Jó, hogy nem volt rossz a szétválasztott óceán, csak az a baj, hogy kb. 10 méter mély volt. Mert a parthoz közel voltak. Jó, srácok, azt mondani egyébként, hogy popcornnal, kólával szerintem egy meleg nyári délutánon szerintem simán. Ja, egyébként tényleg abszolút annak készült. Most ugye azt mondják, hogy egy új kalandnak a kezdeténél vagyunk. A feliratok után van plusz egy jelent. Igen, ezt üljétek végig. Ugye, kicsit felvezeti az esetleges folytatást, csak nem tudom. Tehát mondjuk az előrejelzések szerint nem néz ki rosszul a film fogadtatása. Igen, hogy... szerintem egy picit úgy volt vele a nézni is, hogy azért lezárták. Tehát, hogy összességében, ha nem úgy sül el, akkor sincs gond, mert egy lezárt sztorit kapunk. Igen, de nyilván benne van egy kis, igen, benne van a folytatás lehetősége, de egyébként egy szépen elsimított konfliktusokkal, cselekményszálakkal. Ja. Na mindegy, amit írtam a kritikába, hogyha te nem szeretted a Karib-tenger kalózai szériát, akkor nem ez lesz az epizód, amiben bele fogsz szeretni ebben a sorozatban. Ha pedig rajongója voltál, akkor szerintem továbbra is az maradsz. Úgyhogy ennyit lehet mondani szerintem erről a filmről. Köszönjük szépen! Sziasztok. Then there was this boy, Jack Sparrow.